könyvek azok jótékony célból lettek felajánlva, több magánszemély, illetve saját egyesített aktársaink is ajánlották fel a könyveket. Ez így hetek, hónapok gyűjtése folyamán mindig összejön egy nagyobb mennyiség. És a városi könyvtár, hál' Istennek, már sokat gyáron mellénk áll, és lehetőséget biztosít, hogy könyvvásárlást csináljunk saját magunknak. Könyvek többsége most ifjúsági könyvek lesznek, sok lexikon lesz, szótárak lesznek, de romantikus vagy a verses kötetek is megtalálhatók lesznek a kínálatban, illetve sok CD-nk, DVD-nk és lemezünk is lesz. Hát elvileg ilyen 100 forintos darabáras becsület kassza van, de valaki természetesen jó cél érdekében mindig többet dob be. Az egyesületünk egy ilyen önkéntes tűzolt egyeset, foglalkozunk eltűnt személy kereséssel, adományok kiszállításával, adományozással, és hát ennek a fenntartási költségei elég magasak. Az elmúlt két könyvásárnál eszközöket vettünk, kis tabletet volt, eltűnt személy keresés, amikor hasznos volt, vagy lámpát vettünk. Az utóbbi időszakban a két kutyánk eléggé aktív, és találtunk meg időszemélyeket, hál' Istennek, mert hát az adományozás is, pont most is megyünk egy mézterep, egy nagyobb utánfutónyi adományjal.